A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a legfontosabb a rendszeres, szappanos kézmosás, illetve az, hogy ne nyúljunk arcunkhoz, szemünkhöz kézmosás nélkül. Ezen felül azonban javasolt a szájmaszk használata is, különösen akkor, ha valaki lázas, köhög vagy folyik az orra. A légúti tünetek esetében azért célszerű viselni, hogy kevesebb fertőzött légúti csepp kerüljön a levegőbe. Ahhoz, hogy városunkban a megfelelő számban álljon rendelkezésre ez a védőfelszerelés, a helyi sajátosságok csoportjának munkatársai a héten elkezdték a mosható szájmaszkok gyártását. A több mint 7000 szájmaszk gyártásával a cél elsőként a közintézményekben, a közterületeken dolgozók napi munkájának segítése és védelme, később azonban igyekszenek a lakossághoz is eljuttatni ezeket a védőfelszereléseket. Az elkészült első darabokat már meg is kapták a közterületeken dolgozó közfoglalkoztatottak.